Jó napot kívánok, köszöntöm a sajtó megjelent képviselőit. Tegnap az ISZOM egyik főszövetségese, a Magyar Szolidaritás Mozgalom felhívást tett közzé, amelyben várja a szakszervezetek, civil és politikai szervezetek, illetve magánemberek támogatását a május 1-jére tervezett tüntetéshez, autós felvonuláshoz. A Magyar Szolidaritás Mozgalom követeléseihez és a május 1-jei megmozduláshoz pártom, az Igen Szolidaritás Magyarországért Mozgalom csatlakozik. Igen, május 1-je egyre kevésbé a tavaszi majális, hanem újra a munkásjogok követelésének akciónapjává vált. Ezzel a bejelentéssel megerősítjük, hogy immár tarthatatlan az a szociális válság, amelyet a kormány a járvány árnyékában eresztett szabadjára. Milliók megélhetése került veszélybe, és ezen a kormány legfeljebb csak szavakban segít. Az adófizetők pénzét, ideértve az Európai Unió segélyforrásait a kormány kedvenc cégtulajdonosaira, továbbá a nagy multinacionális vállalatokra öntötte, miközben a kisvállalkozások legfeljebb annyi segítséghez jutottak, mint sivatagban egy csepp víz, s közülük is csak néhányan. Pártunk egyik fő jelszava, pénzt az embereknek. Igen, a dolgozó embereket sokkal több illeti meg abból, amit megtermeltek. Ha a magyar dolgozók csupán annyira lennének kizsákmányolva, mint szerencsésebb nyugati társaik, akkor a magyar bérek fizetések színvonala a mai kétszerese is lehetne. Ezért teljességgel egyetértünk azzal, hogy a minimál béreket havi nettó 250 000 forintra kell emelni, és ezt az ISZOM a választási programjában is rögzítette. Az a munkaadó, amely nem tud ennyit fizetni a munkásainak, az alig ha lehet valódi vállalkozó. A munkadíja ugyanis csak a normális megélhetést biztosító bér lehet. Természetesen a nettó havi 250 000 forintos minimálbérhez gyökeresen más adókörnyezet is tartozik, amelyben az állam abba hagyja a munka agyonadóztatását, s a terhek legalább akkora hányadát helyezi a tőketulajdonosokra, mint a dolgozókra. Igen, elég volt a tőkések és az őket kiszolgáló állam harácsolásaiból, ehelyett pénzt az embereknek. Az ISZOM nevében is felhívom tehát a szakszervezetek, a demokratikus pártok, a haladásban érdekelt civil szervezeteket, illetve a dolgozókat magánminőségükben is, továbbá mindazokat, akik szolidárisak a törekvéseinkkel, hogy csatlakozzanak a május 1-jére meghirdetett autós felvonuláshoz. Tudjuk, járvány van. Ám azt is tudjuk, hogy autóval nem csak a rosszul fizető munkahelyekre lehet járni, hanem a magasabb bérekért is lehet tüntetni. Nyitni akarjuk az életet, ám más miatt, mint amilyet tavaly tavasszal magunk mögött hagytunk. A nyitás természetesen az észszerű védekezés közepette történjen meg, tehát a kormány haladéktalanul orvosolja az eddigi esztelenségeit. De hogy az ISZOM milyen új világot is képzel el, például itt, ezen a helyen. Erről pártunk zuglói képviselő jelöltje fog majd most beszélni. Örömmel és büszkeséggel mutatom be Galba Deák Ádámot, pártunk szóvivőjét, egyben a budapesti 8-as számú választókerületi jelöltünket. Galba Deák Ádám fiatalkora ellenére a baloldal régi harcosa, meg annyi baloldali kezdeményezés vezetője, szervezője, aktivistája, most a zuglói emberek bizalmát kéri. Hogy méltán képviselhesse gyermek és ifjúkora szinterének mai lakóit a Magyarországgyűlésben. Tudjuk, ez egy kiemelten fontos körzet. Meg annyi, úgymond zuglovag bukásának helye és több mai vezető politikus eredeti terepe. Ám az előttünk álló választás kevésbé a politikusok sorsáról, sokkal inkább az itt élők jövőjéről kell szóljon. Megköszönve az önök kitüntető figyelmét és tudósításaikat, köszöntöm hát Galba Deák Ádámot, az Igen Szolidaritás Magyarországért Mozgalom zuglói képviselőjelöltjét, és átadom neki a szót, hogy a terveiről beszélhessen. Köszönöm szépen, elnök asszony. Budapesti lakosként én is ezer szállal kötődöm ehhez a kerülethez. Itt kezdtem el az általános iskolámat, ide jártunk sportolni, sőt, számos alkalommal itt a közeli sajnos azóta már bezárt kertemben fröccsöztünk. Sok szép és felemelő emlék köt a kerülethez.
Ugyanúgy sok szép és felemelő emléket engem az igen szolidaritáshoz, amivel vagy akikkel egy éve dolgozunk együtt, és itt ebben a párban tanultam meg, hogy hogyan kell a dolgozókért valóban küzdeni, hogy hogyan követeljük a 250 ezer forintos minimálbért, hogyan követeljük a 150 ezer forintos minimum jövedelmet. És hogy miért rám esett a választás? Az elmúlt 15 évben benne vagyok a politika sűrűjébe, számos emblematikus dolog fűződik a nevemhez, vagy akár a csapatom nevéhez. Többek között újraindítottuk a Táncsicsi munkások újságát, vagy küzdöttünk a hajléktalanságot büntető törvény ellen. De mi voltunk azok is, akik napvilágra hoztuk, hogy Bayer Zsolt szlovák rendszámú luxus terepjáróval furikázik. Zugló Budapest egyik legszebb kerülete, ám számos probléma van, amit orvosolni kell. Fejleszteni kell a lakótelepeket, és igen, vannak gyalázatos állapotban a közutak is, gondoljuk csak a Nagy Lajos király útjára, aminek a felújítása nem tűr halasztást. Ugyanúgy 30 éve ígérik az itt lakóknak a tőlünk nem messze található mexikói úti kisföld alatti végállomásának a rendbehozatalát. Ezek a legfőbb problémák, amiket orvosolni kell a kerületben, és én elsősorban az itt lakóknak érdekképviseletet ígérhetek, több zöld felületet és több bért a munkásoknak. Köszönöm szépen! Hajrá, iszom!